Szóval elvéről nem tervezem kibaszatni magam. Itt biztosra megyek, és majd nem lépek interakcióba semmilyen emberrel. Vagy nem tudom, de úgyis muszáj lesz. Jó lenne magyarul hirdetni, és nem angolul. Nehogy kibasszanak innen is azért, mert angolul beszéltem. Ez a flagmaság. Ez stíluson alul. Tök hasznosak ezek az adminok egyébként. Király kell süllyedni! Hát de most látok, bazd meg! Ilyenek a magyar emberek! Szopják ki a faszomat! Ilyenek! Megyek World of Tankshoz, ott legalább nincsenek bazd meg adminok a kurva. 1000 forint, ez egy olcsó próbálkozás volt. Újabb maszkos szerverszitás közkívánatra. What? Srác kajok leírta azt, hogy lejárattam az admin tímet. Köszönöm, köszönöm. Sikerült, végre sikerült. Nem az én érdemem, egyébként Kosinak köszönhetitek. Ezzel a bannal gyakorlatilag aláírtál mindent, amit a videóban elmondtam. Meg mi ez az admin tímbe kapaszkodás? Mit mondtam az admin tímről? Ügyem van, egyelő kaszinózok, faszkodok, locsolkodok, ugye? Ja. De hát az igaz. Abban sem volt semmi csúnya, csak az igazság egyébként. Most állj ide és mondd azt, hogy ez nem így van. Gyere ide kis göcsöd, gyere most mondd el. Gyere, aki erős, itt megáll előttem. Te erős vagy? Mindenki tudja, hogy így van. Te is. Ez a te szankciód, én elfogadom. Az enyém meg ez. 10 000 ember látta, hogy mekkora paraszt vagy. A szerver nagy része. A barátaid. A többi admin. És valószínűleg mindenki, akit az MTA-ból ismersz. Az összes barátod diszlájkolta. Na jó, nem, ebben nem megyünk bele. Ebben vicc volt. De azért érdemes ránézni a kommentekre. Úgy emberileg, én azért elgondolkoznék. Egyébként egy 5 perces rendet vágtam ki az előző videóból, úgy voltam vele, hogy mondom, nem süllyedek le arra a szintre, csak az udvarias részt hagytam benne, ami teljesen megérdemelt volt egyébként. Szóval, hogyha ezzel sikerült így megsértenem téged, szar lesz megtudni, mi vár rád a való világban. Azt nem tudom, hogy lesz itt több angolos videó. Ja de... így. Megpróbálunk egy riski telefonhívást az egyik hirdetőre. Mi az a treasure chest? Egy láda, amiből különböző tárgyakat tudsz nyitni. Wow, köszi. Mennyibe kerül egy ilyen? 80 000 egy darab. Hát ez kurva sok. Ja. Vagy nem tudom. Eléggé felmentek az árak manapság. Na csak érdeklődtem. Közi haver. Legyen szép napod. Megnézzük, hogy hova visz a buszos. Merre megy a busz? Haló? Hova megyünk? Nem nagyon válaszol. Ne szeretnék szállni a buszról. Köszönöm. De úgy megértette. Legyen szép napod. És még köszönt is. Tehát végül is értette, hogy mit mondtam. Lehet, hogy csak nem akart visszaírni, vagy fullba leszarta. Nyilván egy egyes szintűt fogtam ki, tehát gondolom ebben, hogy elkezdesz játszani egy szerveren. Így full új vagy. És az első egy órában vagy kettő órában így szembe találkozol egy csávóval, aki nem is magyarul beszél. Én elbizonytalanodnék szerintem. Úgy látom, ki lett véve valami mappolás, aminek nem szabadott volna, hogy ki legyen véve. Nem, melyik legyen? Legyen a nagy kérfutár. Úgyis az a legnépszerűbb. Úgy látom, itt nincsen senki. Mindenki panaszkodik, hogy már sehol sincs RP. Tudjátok, hogy miért hal ki az RP, srácok? A skriptek miatt. Mert tök jó, hogy van script arra, hogy összeszedd a tyúkszart, meg elszállítsd a Pepsi Maxot. Pepsi Max! Oh, Pepsi Max! De ezeket full meg tudod oldani egyedül. Nincs olyan, hogy a másik emberre kellene támaszkodnod. Pont ezt beszéltük Bálinttal múltkor egyébként. Nem kell interakcióba lépned senkivel, van egy NPC, amire szó nélkül rákattintasz és csinálod, amit a játék mond. Le a kalappal a scriptek előtt nagyon jól meg lettek csinálva, de ez egy inkább egy quest szerver, mint RPG szerver. És akkor ment a nagy boldogság, hogy kivették a V2 után a questeket, ugye, a szerverről. Hát baszki, ezek gyakorlatilag ugyanúgy questek, szóval semmi nem változott. Amúgy örülök, mert van pár komment, amit érdemes elolvasni egyébként. Játékosoknak is, CMTA-soknak is, és akik más RP szerverrel játszanak, meg főleg az adminoknak egyébként. Tehát én szerintem
Még várnék tőled ilyesmi videókat, ha meg kapsz szankciót, akkor meg tegyél nyugodt szívvel panaszt az adott adminra, mert egy retardált az összes. Az a baj, ezek ellen tömegesen kell fellépni, mert különben elnyomnak sajnos, főleg amikor négy admin összefúj a szél egy PK alá. Hát igen, amit többen is mondták, így írták, meg Discordon, meg teljesen, hogy rakjuk PK-t, nem fogok. Egyszerűen teljesen fölösleges. Tényleg nincs benne a szerver szabályzatban, meg ez, hogy definiáld azt, hogy lejárattam az admin tímet. Hát az én videóm az nem lejáratás, az én videóm az egy dokumentáció volt arról, hogy lejárattátok magatokat. Ezzel már nem tudok mit kezdeni. Annyira adom ezt a low budget vágást. Mi a low budget vágás? Bazd meg, én ezekkel órákat töltök. Köszönöm a kommentet, nehogy magadra vett. Örülök, hogy tetszik. Lesz még. Magyar szerver öcsém, ha nem tudsz magyarul, lehet menni másik szeró. Remélem ezért furcsán megfogalmazott irónia akart lenni, ha meg nem. Kapd be egy férfi farkát! IMTO emberek, XZT. Inkább szerezzen mindenki barátnőt, meg haverokkal menjen el valahova, ezerszer jobb dolog ez az egész, bízzatok bennem és mondjatok nemet erre az egész. Gyakorlatilag amit az előbb, nem az előbb, de az előző videók valamelyikében elmondtam egyébként. Pont a másik bandosban, amikor a legutóbb maszkban szittem ezt az egészet. De az se szidás voltam úgy. Túl udvarias vagyok, bazd meg, az a baj. De még így is kibasznak igazából, szóval mindegy. Abból a szempontból jogos, hogy nem kellene angolul beszélni a szerveren, hogy alapvetően magyar az angol. Hát ezt ébredés után kb. Egy perccel olvastam ezt a kommentet, és... hát el kellett olvasnom még egyszer. De amúgy értem, hogy miről beszélsz. Sima V3 az valami hány inger mixel cud, de az RV univerzum az teljesen Amerika. Tehát RP szempontjából, amikor magyarul beszélsz, az igazából angol, az USA legfőbb hivatalos nyelve. Magyarán, ha angolt beszélsz, akkor létrehozol egy törést a térben és időben. Ez nagyon hosszú, nem fogom beolvasni a videóba, de egyébként elolvastam a kommentet, meg itt beszélsz arról is, hogy valaki úgy gondolja, jobban bejön neki a külföldi szerver, akkor OC nyugodtan használja az angol, de IC fordítózzon. Mi? Miért? Ha egy olyan nyelvet beszélsz, mint a szervernek a saját IC nyelve, akkor sem beszélhetsz így. De miért? De ez a lényeg, hogy ez sehol nincs leírva. Tehát, hogyha benne lenne a szerver szabályzatban, hogy csak magyarul beszélhetsz, akkor oké, de ez... Vannak ilyen emberek, akik ezt megszokták magyarázni, hogy hát ez alap RP szabály. De nincs ilyen srácok, hogy alap RP szabály. Az, hogy DM, meg hogy RK, meg hogy SK, ezek nem RP szabályok. Ezek sose voltak RP szabályok. Ezek már év ezredekkel az RP előtt, bazd meg már az egyiptomiak is DM-elték egymást, tehát ez... Szóval nem azért csinálom ezeket a szerveren, mert én ezt nem tudom, hanem azért, mert szeretném egy olyan oldalról megközelíteni ezt az egészet, amiről még senki nem közelítette meg, és ezt nektek bemutatni. Nyilván van, akinek ez fáj. De nem tudom, hogy miért. Valaki próbálta nagyon elhitetni magát a kommentelők között, már nem tudom, hogy ki volt, de több kommentelőhöz is odaírt, aztán elküldte mindenki a picsába, tehát hogy nem tűnik fel. Tehát ilyenkor van egy ilyen mondás, hogy ha egy helyen mindenki hülye, akkor lehet, hogy te vagy a hülye. Nyilván erre nem vonatkozik, mert azért ez egy olyan videó, ahol mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Többen próbáltak filozofálni itt kommentben, hogy miért lehet, meg hogy miért nincs igazam. Holott látszott, hogy egyébként valamilyen szinten mégiscsak engem támogatnak. Srácok, nem kell. Nem kell. Néha nem kell okosnak lenni, néha csak elég elfogadni a tényeket, amik így olyan világosak, hogy kibasszák a szemedet. Nyereményjáték. Következő videóban. Mire kijön ez a videó, addigra lezárom a nyereményjátékot. 1000 feliratkozóig mondtam, hogy lehet jelentkezni. Módosítok, 1140 feliratkozóig lehetett jelentkezni. A következő videóban pedig ki lesz sorsolva a nyertes, aki megkapja a PP-t, ha meg esetleg nincs CMT alkuntja, vagy valami, akkor meg Cségós skinekben, vagy nem tudom, PayPalon megbeszéljük. Átutalok 1000 forintot. Ez egy olcsó próbálkozás volt. Hamarosan jön a többi. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!